Már az általános iskolában megtanultuk, hogy amennyiben erővel hat egy test a másikra, pontosan annyi ellentétes irányú erővel hat rá vissza az a másik test. Ezért van az, hogy aki szabadelvűen gondolkodó honfitársát libernyáknak titulálja, azt viszont emezek nacernyáknak, rosszabb esetben akár nácernyáknak is titulálhatják. És persze viszont. Kedves honfitársak, nem lehetne, hogy egymást egyszerűen csak liberálisnak, illetve konzervatívnak hívnánk? Dehogy nem.